Az Avantgarde? Hát azt nem tudom, hogy ki hozta be a divat. Az Avantgarde festők legnagyobbjai már meghaltak. Most ez részkérdés, hogy mi az Avantgarde attól, hogy most én megrajzolok egy szín halmaz állapotot, amikor, na jó, fantázia. De az Avantgarde, az mi az, hogy divat? Hát divat, na. Divat, manapságban mindenki Avantgarde. Mindenki Avantgarde, de mindenki művész, ez nekem gyanús, hogy mindenki művész. De gyanús. Én meg szeretnék dolgozni, amikor nem csak megrendelés van, mert ott tartok, hogy a képeimet csinálom sokkal tovább, és nem tudom ki kagylózza le az én pofikámat, vagy azt a mocskos szemét, tróger fejemet, és mitől lett az én hajam olyan híres, mikor meg nem tudom én, tök mindegy, ez nem a külsőség, de a festészetben az Avantgarde, meg minden polgárpukkasztóbb direktet csinálunk, annál jobban csinálják. És ki markolja fel ezért a pénzeket? Na, a prototípusú emberek azok sokkal inkább őszintében adják magukat, és visszahúzódóan harcolnak a napjaikért, és azért, hogy megélhetési gondjaik, de ez nem szociális helyzetbeli különbségtan, hanem pont azért az Avantgarde, azért már a 21. század, ez már egy éles század, de egy közben meg egy lelassult lágy század lesz, ahol elkerülik, meg hazugságból kap mindenki ötöst, lopcsal hazudik, gengszterkedik mindenki, a művész meg dögöljön meg, és amikor meghalt, akkor majd jót kaszálunk a képeivel, már előadták 20 évvel ezelőtt is. De most ezért miért legyek én erre büszke? Amikor kirámoltak engem, meg milliókat loptak el ennél jobb képek, de a festék gyártás fejlődik, de azért járt az ember művészeti iskolába, hogy festéket kapjon, meg alkosson. És akkor hova tűnt az? És akkor látja egy 20 éve ismert barátom, hogy az én alá nem írt képemet aláírja, mit tudom én milyen Etelka, XY képcsarnokba, olajképek. De most az Avantgarde az mitől Avantgarde? Azért, mert az Avantgarde... Neked a polgárpukkasztásról szól az Avantgarde? Nem. A polgárpukkasztás az nem direkt. Fél. Vannak nagyon nagy művészek Amerikában, meg akik már meghaltak. Én az expresszionizmushoz volt közön valamikor régen, mint ami ott a Sutton festett, az a fajta vángóknál sokkal érettebben, kaotikusabban előformálódó szellemiség, ami sokkal letisztultabb volt, meg őszintén, holott a Van Gogh olyan volt, aki a legkeményebben harcolt, csak amikor az emberbe beleavatkoznak olyan egészségtani problémák, meg félrekezelések, akkor ez egy tragikummal végződik. Meg a magány, amikor már nem lehet hova kitenni azt a dolgot, hogy megfesteni a vásznon, mert ez egy dráma volt a Van Gogh. De nem azért dráma, ezt nagyon sokan hangoztatták. Van Gogh nem volt elmebeteg, csak félrekezelték szerintem ott a kórházban, meg a barát kommunát akart csinálni, meg olyan művészeti közösséget, amiben ő egy kifelé tárulkozó intim És az op meg a pop art nem áll hozzád közel? Hát a pop art az közel áll hozzám, de itt nem, mint volt stílus a 60-as évek amerikájára utalva, az Andy Warhol, akit nem szeretek igazából, de nagyon jól csinálta, azért... Miért nem szereted Andy Warholt? Meghalt a Basquiat. Na ugye 28 évet ért az első nagy graffit is. Annak neki miért kellett meghalni? Mert ős tehetség, és akkor ki kell nyírni egy ilyen embert, hogy majd jót kaszálunk vele. És akkor miért? Ki vannak találva az embernek az életében, nem lehet játszani bizonyos olyan embereknek, aki ad pénzt, és akkor te az részese vagy csak egy olyan, mint a rendszerben vagy egy pont, és akkor te csak kiszolgálod, és akkor csinálod tovább, és ezért. A művész az mindig csak tárgy. Ezt meg is fogalmaztam a 80-as években, hogy mi a tárgy. Az, hogy te csinálod, vagy attól lesz absztrakt, vagy Avantgarde, vagy bármilyen szó nélkül folyamat, hogy mitől jó ez a dolog, attól jó, hogy szarrá teszik magát, az alkotót. És nem szerepek közé kell elbújni, hanem ki kell fizetni a művészetet. És nem avval kell jönni, hogy csinálunk egy fajta, de ez állandó, ez egy stagnált helyzetkép, amikor az ember végül is totálisan ki van találva egy szerepkör, amiből ki nem lehet bújni. De ez nem stílus.
Ez pont attól nem polgárpukaszt, hogy ne, bizonyos művész hogy néz ki, meg szerencsétlen, hogy milyen a haja. De a popárt, az lehetek én kopasz, meg zakós. Akkor is azért csinálom, mert nekem jól esik az alkotás. De ezt ki kell fizetni. És annyit kell adni érte, amennyi. Szerinted az alkotás, de jobb az alkotás, amiben szenvedsz, vagy inkább az alkotás? Nem kell szenvedni. Jól esik, ha csinálom. Akkor is kapok festéket, és veszek, és csinálom, és ez folyamatában jól esik. Valamikor le van zárva a kép, és nem azért polgárpukkasztó meg kitaláltam, hanem én elmegyek egy olyan területre, amit meg kell csinálni a képen, mert ott az adott, és attól jó, hogy ezért csinálom. De ez meg sokkal személyesebb, meg személytelenebb. De a polgárpukkasztás az attól válik azzá, hogy megfogalmazzák bizonyos művészet történészek, amit rólam is adott helyzetben kitalálnak, hülyeségeket. Az újságíró meg a művészet történész, holott én még élek. De mitől válik sztorivá dolog, hogy meg kell halni a művésznek azért, mert ráhúzzák azt, hogy na fiatalommal jó lesz, öregem. Meg hol vannak az én munkáim, amiket én megfestettem 30 év alatt, az a több ezer. És akkor nekem mennyi lett belőle az esélyem avval, hogy tovább éljem az életemet az öregkoromra, hogy venni kéne ezeket, venni kéne. Ha vennék képeidet, akkor is éneket festenél? Miért neked? De ha van megrendelés, akkor azt meg kell csinálni. Ebben a stílusban, olajvászon, mert az kell nekik. És én azt mondanám neked, hogy fessél valamit, amit te nem akarsz lefesteni, akkor megfestenéd, ha én azt mondanám, hogy ezt megvenném. Hát ezek olyan kérdések, hogy erre nem érdemes válaszolni szerintem. Most mit kell megfesteni? Adsz egy témát, most ez nem erkölcs meg ez etika kérdése. Most attól lesz jó, hogy én adom elő, mint ego, mint a festő, érted? De adsz egy témát, megfestem, kész. A művész az nem kiszolgálja a vevőt, hanem kiszolgálja azt, a feladatot. Amit tőle elvárna. Igen. De ő, ahogy megcsinálja, attól olyan. És ennek sokfajta dolog van benne, amitől kaotikus lesz. Mert nem csak egyféleképpen lehet festeni, ettől lehet a kép ugyanolyan, mert mindegyikre rá lehet ezek közül ismerni, hogy én csinálom, de nem azért, mert fekete, ezek új képek. Én sokkal többet csináltam meg. Itt nem arról kell beszélni, hogy ki volt a Picasso, az voltak korszakai, azt utólag utáljuk mindegyiket, meg bemutatjuk hülye szavakkal. Engem nem kell bemutatni, én majd bemutatom magamat. Meg hogy mizé? Szóval azt mondom, a polgárpukkasztás is tudom. Polgárpukkasztás az utólag egy lehúzása a dolognak, meg ráhúzása, igen. És nem mondod, hogy van olyan, aki őszintén arra... Valaki olyannak születik. Kész. Őszintén, igen. De akkor arra nem azt kell mondani, hogy az popárt vagy bármi. Erre mit mondasz például? Ha már ismer stílusokat, expresszionizmus, szürrealizmus, popárt, objektív árt, médium árt, média árt, vagy médium árt, vagy graffiti árt. Graffiti az lehet. Tudod, mi a graffiti? Nem az, ami a falon van. Mi a graffiti szerint? Ezek a graffiti képek például, amik itt vannak. Nem azért, mert sprayvel van előadva, meg vegyes technika, meg minden. Ez attól jó, mert nem jó, ki mondta, hogy jó. Meg van csinálva. Ezért eladhatatlan. Mert ez a hátulütője, de ez a graffiti. A graffiti nem mindig az, hogy félig kiverem a kezemből azt a rutin gesztust a falra. És akkor van egy geng. Az már a mozgalom, de a graffiti maga ez. Ez a legpontosabb szóra. És nem azért, mert stílus vagy stílustalan. Én csinálom, és ettől jó, és ezért ötös. Nekem. És a vevőnek tízesnek kell lenni, és annyit kell fizetni, hogy 12-es legyen, és én megéljek, és nem ellopkodni.